Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb beteg videóban, és hát elég érdekes témát hoztam nektek, ugyanis találtam egy cikket az interneten, ami igazság szerint arról szól, szóval arról szól, hogy norvég halálugrás döntője. Itt a feladat az az, hogy olyanokat kell ugrani, ami nagyon durván fáj. Tehát itt nem fejeseket ugrasz, itt nem bizét ugrasz, hátraszaltót, meg pöpesz dolgokat. Itt olyanokat kell ugrani, amik nagyon-nagyon csípnek, és nagyon-nagyon fájnak. Tehát magyarán a legdurvább flikflakkokból ugranak hasast az emberek baromi magasról. Na jó, mindegy. Nézzük meg, és akkor közben beszélünk, mert én sírtam. Tehát így megnéztem bele körülbelül 15 másodpercet, és azt mondom, hogy nekem ebből kell valamit csinálni, hát ez nagyon beteg. Úgyhogy csekkoljuk le. Figyeld, és azért, hogyha megnézed, azért ez nem olyan túlságosan közel van a vízhez. Szóval Frankon neki fog futni a csávó, és figyeld. Na most... Nem, ezt nem bírom. Tehát így... Ember... Hogy lehet ennyire állat? Tehát nem tudom ez hány méter magas, mert az nem volt beleírva a cikkbe, de azért ez nem tudom, szerintem ilyen 10 méter simán van. Én ugrottam már olyan 6-7 méter magasból, és ott nem repülsz ennyi, sőt lehet, hogy még van 13 méter is, vagy 12, nem tudom, de 7 méterről én már ugrottam olyan fajt egyébként, hogy így bam, így bele vízzel, vagy a vízbe a fejemet így tacs, olyat ütött, hogy nagyon durva, és majd fogjátok látni, aztán pont ez a következő csávó lesz majd az, ahol ilyen full így kinéz a víz, és mutatja, hogy jó vagyok, és a csávó feje olyan szinten durván vörös, az olyat kaphat öcsém, hogy az nagyon beteg. Na figyelj! És a végén kiderül, hogy kinek... Írjátok már a kommentbe, hogy szerintetek hanyadik ugró volt a legjobb. Azt a rohadt. De mi van akkor? Képzeld el, mi van akkor, a túlugrik a csávó, mert ott azért már nem volt olyan túl... Na ez az! Figyeld a csávó fejét! Figyeld! Bam! Hallod? Új fogalmat nyer a bomba. De tényleg, tehát ez a full hátas. Ilyen tarkóra, atya úristen. Na ennek legalább volt esze? Nem volt esze. Mondom, biztos sapka az majd felfog valamit, de leesik. Figyeld. Boom. Ezek állatok. Szóval írjátok már a kommentbe, hogy szerintetek melyik volt a legdurvább ugrás. Azt mondja, ajjajjajj. Nem tudom ezt hogy bírják ki. Tehát erre gyakorolnak? Vagy ezt csak így fogják és így... Jó van, akkor csinálunk egy rendezvényt, azt nézd meg a csávó fejét. És akkor lehet jönni regisztrálni, aztán ugorjál valami állatot, vagy nem tudom. Az nagyon durva. De figyeld, Frankon kitámaszt minden, és az utolsó pillanatban egy picit ugye begömbölyödik, de hát nem tudom, szerintem gerince törne a csávónak, azt nem csinálná. De így is, gondolj bele ilyen full, ilyen baba posztba. Csatt. Hát az még az se volt. Neki fogja a fejét. Én egy ilyet úgy megnéznék, komolyan mondom, esküszöm, jövőre lesz ilyen, nem tudom, azt hiszem az Oszlóban volt, ha jövőre lesz ilyen Oszlóban, én elmegyek és megnézem élőbe. Komolyan mondom, tehát ez nagyon beteg. Na nézzük Emil Libeket. Honzbu, azaz. Mutasd. Szóval kíváncsiak a véleményetekre, hogy szerintetek melyik volt a legbetegebb ugrás, írjátok már egy számsorrendet és majd kikeresem. Ez még mondjuk annyira nem is volt durva, szerintem a legbetegebb az, amikor a csávó így kifeszíti így a hátát és így placs a tarkójára. Azt mondja, hogy ajajaj. Hát lehet, hogy azt mondom, most mint a mondta volna a csávó, hogy eddig ez volt a legörvendetesebb. Az a baj, nem értem, hogy elvet. Aszta. De mondjuk egyébként tök szépet ugrik, csak a... Nem tudom. Ja, mondom, lehet, hogy ő... Azt mondta, hogy hát, nagyon jó volt a szívemnek, tök király volt. Lol, mindenhol 10-et kapott. Emil Libek. Na Emil.
És hogy örül a csaj? Vajon, hogy örült a csaj? Így. Jéz, hát ez több mint 10 méter. Azt is írjátok meg, hogy szerintetek hány méter magasan volt ez. Ez nagyon durva, én ezt biztos nem vállalnám be. Ja, és azt is írjátok meg, hogy szerintetek, illetve ti ezt bevállalnátok-e. Ez nagyon beteg. Hahaha, és hogy örülnek? Na itt a sorrend. Emil, ja, Emil Libek nyerte 60 ponttal, és Philip Julius Devol volt a másik. Van még ugrás? Várjál, itt még valaki még ugrik. Na, azt mi megvárjuk. Várjál, oda tekerünk. Mi ugrott a gyerek is? Nem, jó van, azt hittem már, hogy leugrik a kisgyerek. Az igen, hallod? Csajok is, ne idegesíts. Hát, ezek betegek. Ja, így behúzzák magukat. Hát ezt lehet, hogy tanulják egyébként. Fír a csajt. Bum! Jézusom. Hát, én is fognám a fejemet. Atya úristen. Na jó, srácok, hát ez, nem tudok mit mondani. Tehát ez a betegségnek a betegsége. Na mindegy, hogyha szeretnétek még ilyen halálugrós videókat nézni, mert hogy elméletileg van még a neten, meg hogyha van, akkor majd keresünk, akkor nyomjatok egy lájkot, 500 lájknál csapatjuk a következő ilyen halálugrós sorozatunkat, mert biztos, hogy van egyébként, és biztos, hogy ennél még vannak jóval betegebb ugrások is, és hát kíváncsiak a véleményetekre, hogy ti ezt bemernétek-e vállalni, arra is kíváncsiak, hogy szerintetek milyen magas ugrott rá a csávó, illetve szerintetek melyik volt a legjobb, jó? Na, írjátok meg kommentbe, akinek tetszett a videó, az csapasson egy lájkot, és ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, meg lettünk 60 ezeren, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, illetve azt se felejtsétek el, hogy az élő adások már Twitch-en mennek, úgyhogy kövessetek be, ott van minden a leírás, illetve a kommentbe, nézzétek meg, és várlak benneteket sok-sok szeretettel a live-okra is, illetve a következő videóba. Én Jussu voltam, és hát, ez meg, sziasztok!